Jó tempójú mérkőzés volt, és sajnos úgy érzem, hogy erre a mérkőzésre azt a fajta sebességet, akár gondolkodásban, akár fizikálisra gondolok, nem tudtuk megtartani. Ilyen rövid idő alatt, ilyen sok és ilyen tempójú mérkőzéseket nem nagyon játszunk, ehhez nincsenek hozzászokva sajnos a játékosaink, viszont az első három mérkőzés az, ami a valódi képét tudta mutatni. Minden nap dolgozunk tovább, és remélhetőleg inkább úgy fogalmazok, hogy biztos vagyok benne, hogy tudjuk növelni ezt a szintet is. Nyilván csalódott vagyok, de viszont azt érzem, hogy nagyon elfáradtunk fejben, meg fizikálisan is erre az utolsó meccs, és nem tudtuk hozni azt a maximumot, amit hoztunk az előző két meccsen. Az első fél időben hibáztunk, azt megbosszulták, második fél idő végére szerintem elfáradtunk egy kicsit. Nyilván nem csak ezt az egy meccset kell nézni, hanem a tornát egészben. Mit szűrtél le tapasztalatnak a nemzetközi szinthez képest, hol álltok? A tapasztalat az, hogy fel tudjuk venni a versenyt. Idő kell, sajnos, ahogy a Real Madrid mérkőzésen is lehetett látni, hogy kellett egy fél idő, mire azt a tempót fölvettük, és ahhoz pedig még több munka, hogy ezt a szinten is tudjuk tartani. Úgyhogy munka is munka. Mi az, amiben esetleg előrébb járnak, mi az, amiben szerinted jól állunk, hogy látod? Hát mindenféleképpen a gondolkodásnak a sebessége. Jól állunk benne, mert úgy gondolom, hogy nagyon jó felfogású játékosaink vannak, illetve nagyon jó felfogású és gondolkodású az egész gondolat, ami alapján szeretnénk velük dolgozni. Ezt egy kicsit kell sebességben növelni, és akkor nem tudjuk venni velük a versenyt. Szerintem letámadásban mindenképp nagyon nagy nyomást adnak ránk letámadásban, illetve támadásépítésben is sokkal gyorsabbak, meg technikásabbak. Azt gondolom, hogy gyorsan játszanak, viszonylag kemények is, de szerintem mi is fel tudjuk velük venni a versenyt, úgyhogy de sajnos ez már nem jött ki. Melyik ellenfelet érezted egyébként a legerősebbnek? Hát véleményem szerint a Real Madrid volt az, aki a torna kimagaslóan. Azt kell, hogy mondjam, hogy a legerősebb csapata, de nem tudom elvenni az érdemét sem a Flamengónak, sem a Panathinaikosnak, illetve a DAS-nak sem. Szerintem gondolkodásban a Real Madrid volt a legerősebb ellenfél, ők nagyon ki tudták játszani azt, amit mi csináltunk, nagyon jól reagáltak rá, de a Real ellen viszont tudtuk játszani a mi focinkat, itt pedig ezen a meccsen. Rúgtál 3 gólt, ezzel ha minden igaz még vezeted a góllövő listát, talán már nem is nagyon előzhetnek meg. Egyik szebb volt, mint a másik. Ugye volt itt szabadrugás, félóló. Mennyire jellemző rád egyébként ezt, hogy ilyen látványos gólokat lősz? Látványos gól jellemző, viszont nagyon örülök, hogy ilyen lehetőségeim akadtak, hogy gólt tudtam szerezni. Úgyhogy próbáltam kihasználni a lehetőséget, amit elém állt. Mondhatni, a felnőtt fociba is belekóstoltál, ültél már kispadon az NB1-ben, játszottál a Puskás Akadémiában felkészülési meccset, ugye a Bruges ellen. Mesélj, ezek milyen élmények voltak? Ezek nagyon jó élmények voltak, mint amikor a kispadon helyet kaptam, mint amikor télen be tudtam mutatkozni edzőmeccsen. Igazából jól érzem magam az első csapatnál, és szeretnék majd minél több játék lehetőséget kapni, hogyha erre lesz alkalom. Ez most a terv a közeljövőre? Igen, ez. És hogy az NB3-as csapatnak tudjak segíteni jövőre. Mekkora élmény volt itt játszani, ugye a Pancho Arénában? Pancho Arénában mindig nagyon jó élmény, nagyon szeretek itt játszani, nagyon jó a hangulat is, és persze a szurkolóknak köszönöm szépen, hogy ilyen sokan kijöttek. Ugye pályára léptek itt olyanok régebben, mint akár Kleinhersen László, Salai Roland, akik például nemrég egy angol verésnek voltak ugye a részesei, ami óriási bravúr volt. Hogy látod, a te csapatodban is vannak, akik hasonló magasságokba jutatnak? Potenciál megvan bennük, a mindennapi munka az, amivel ki fogja hozni belőlük, úgyhogy én nagyon szurkolok. Nagyjából egy éve vagy itt Felcsúton. Mesélj, hogy érzed magad? Nagyon jól érzem magam, úgy érzem, hogy társak is befogadtak, és nagyon próbálok alkalmazkodni a körülményekhez, és hát ilyen körülmények között futballozni mindig nagyon jó jön. És ráadásul már csapatkapitány vagy, hogy érted el ezt ilyen rövid idő alatt? Hát ezt minden nap próbáltam hozni a maximumot, próbáltam magamat adni, és hát úgy döntöttek, hogy ilyen legyek a csapatkapitány. És összességében ennek a tornának az élménye, mondhatjuk, hogy végig kíséri majd a pályafutásodat? Azt gondolom, hogy igen. Jó meccseket játszottunk, szerencsére jól, azt gondolom, hogy jól ment a védés, úgyhogy ez mindenképpen jó tanulópénz volt. Szerintem végig nagyon örülök, hogy ilyen csapatokkal játszottunk, és megláthattuk, hogy milyen is a nemzetközi szint igazából, és erre törekszünk majd minden nap, hogy mi is ilyen tempóban tudjunk majd focizni.